legnagyobb tisztelet és a legnagyobb köszönet a hölgyeknek, ez legyen a lényeg. Nőnap alkalmából köszöntötték a szekszárdi polgármesteri hivatal vezetői, Gyurkovics János alpolgármester és dr. Gábor Ferenc jegyző az önkormányzat női munkavállalóit március 8-án. 365 napjában igyekszünk most egy napba besegíteni azt a köszönetet, amit minden nap meg kellene ott tegyünk. Örülünk az annak, hogy egy ilyen széles, nagy létszámú hölgy koszorúval dolgozhatunk egyik nap, mint nap. Az intézmény közel 200 dolgozójának több mint 60%-a nő. A virágokat most is a zöld felület karbantartó csoport biztosította a saját nevelésű növényekből. A Nemzetközi Nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak ünnepe. Az első eseményt 1909-ben tartották meg az Egyesült Államokban, akkor még február utolsó vasárnapján ünnepelték a hölgyeket. Március 8-ára 1913-ban került az időpont. Erről Tolnavár megyében sem feledkezett meg a férfiak többsége. Természetesen szoktam köszönteni, egy szál virága a virágboltba elmegyek, megveszem. Közmunkás vagyok, nem nagyon jut nagyon nagy ajándékra, de azért megpróbálom. Hát persze, megcsinálom, és akkor hazamegyek, odaadom az asszonynak. Szoktam mindig. Éppen most oda fogok menni virágot venni. A hölgyek pedig mindig nagy örömmel fogadják a köszöntéseket, virágokat, ajándékokat. A családom meg szokott köszönteni a férfi tagok, azok már korán reggel. Legalább írnak valamit, férjem az mindig vesz egy szál virágot azért. Tolnán Berta Zoltán alpolgármester Antóni Sándor soraival méltatta a Vándorló Szépkorúak baráti körének és a helyi idősek klubjának női tagjait a jeles nap alkalmából. Életünkben göröngyös út is vezet. Velünk vagytok akkor is, és nyújtotok kezet. Szeretettel és hálával tartozunk néktek, kik az életünket szebbé és boldogabbá tettétek. Az eseményen részt vett Horváth István Tolnavár megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki egy-egy virággal kedveskedett a vendégeknek.